köszöntök mindenkit. Hát sokat imádkoztunk azért, hogy ez a nap ilyen szép legyen. Hét elején még nem gondoltuk, hogy ezt ilyen gyönyörű időben tudjuk megrendezni, ezt a összejövetelt. De hát beszéljünk arról, hogy hogy is kezdődött ez a birtok. Mi 18 évvel ezelőtt költöztünk ebbe a kis zsákfaluba, amit a Naszály és a Cserhát völgyébe helyezkedik el. Már akkor megtetszett ennek a helynek a természeti adottsága. Majd 11 néhány éve vásároltunk egy lovat, amit otthon gondoztunk együtt a családdal. Közben a gyerekek nőttek, lett két disznó, lett két ló, három ló, és 10 év alatt gyakorlatilag 101 néhány állat található a birtokon. Ez nagyon rögös volt ez az út idáig, mert a hatósági engedélyektől kezdve az építkezésekig minden nagy erőfeszítés árán sikerült, de mára elmondhatjuk azt, hogy készen állunk arra, hogy megnyissuk a nagy közönség számára is a birtokot, és nem csak mi, hanem bárki élvezhesse velünk ezt a gyönyörű környezetet, nagyon szép helyet, ami úgy gondolom, hogy egy méltó helye lehet a robirtoknak. Én is szeretném megköszönni, elsősorban én Anikónak köszönöm meg, mert ő a háttérben van ugyan, de rengeteg olyan papírmunkát és adminisztrációs terhet vesz le a vállamról, ami nélkül szintén nem működne ez az egész. Mi pedig mellette építkezünk és dolgozunk, és nap mint nap csináljuk a feladatainkat. Van egy